Jóban Péter Gyöngyi, Szarvas László és Gajdos Tamás. Ahogy hallhatták, Tordján József a földművelési tárca után a Fradit is elhagyja, mint mondta, amit ígért, azt megtette. Az ügyeket egyelőre Szejler József viszi, mert Gyimóti Géza nem vállalta a klubelnökséget, mindez a Sport elé, Gajdos Tamás következik. Tordján József és Szabadi Béla lemondó nyilatkozatában a klub vezetését idéglenesen Szejler Józsefre, a ferencvárosi futballcsapatot működtető KFT ügyvezető igazgatójára ruházza, aki azonban nem vállalja a tisztséget. A jövő hét elején összeülő egyesületi tanács jelöli majd ki a rendkívüli közgyűlés időpontját, ahol új elnököt választhatnak a zöldfehérek. A labdarúgók ügyvezetőjét teljesen váratlanul érte a két politikus gyors távozása a Ferencváros vezetéséből. Logikus tulajdonképpen, de az, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezett, ez meglepett. Én azt hittem, hogy esetleg összeívnak majd egy-egy-egy tanácsülést és bejelentik. Szejler József megtiszteltetésnek veszi, hogy rágondoltak, de nem vállalja az FTC irányítását. Rámruházta azokat a jogokat, amiket eddig ők gyakoroltak, de én beszéltem vele, és most már így átgondolva a dolgot néhány óra után úgy érzem, hogy nem nekem kell ezt az ügyeket továbbvinni. Értesüléseink szerint a Ferencváros Egyesületi Tanácsának több tagja kijelentette, Szejler jelölésére nem volt joga Tordjánéknak. Ez a testület jövő hét elején ül össze, hogy kijelölje a rendkívüli küldött közgyűlés időpontját, amikor döntenek majd az új elnök személyéről. Jó estét kívánok! Tegnap miniszteri tisztjéről, ma pedig a Ferencváros elnöki posztjáról is lemondott Tordján József. A klub vezetőjét helyettese Szabadi Béla is követte. Tordján József lemondásával egy időben Szejler Józsefet, a labdarúgó csapatot üzemeltető KFT ügyvezető igazgatóját kérte fel, hogy a küldött gyűlésig irányítsa a klubot. Beszéltem a klub gazdasági vezetőjével, megnéztük azt, hogy erre milyen lehetőségek vannak, és úgy döntöttem, hogy egyeztetve az elnök úrral, hogy nem fogadom el ezt a felkérést. Először is nagyon szeretném neki megköszönni, hogy egyáltalán rám gondolt, viszont azt gondolom, hogy én nem nagyon tudom ezt a feladatot megoldani, hiszen a labdarúgó KFT-nek is nagyon-nagyon sok problémája van, amiket orvosolni kell. Az FTC Egyesületi Tanácsa hétfőn ül össze, hogy felkérjen valakit az ügyvezetői teendők ellátására, valamint hogy összehívja a küldőgyűlést is, melynek első feladata az új elnök megválasztása lesz. Lemondott posztjáról Tordján József és Szabadi Béla, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke és elnökhelyettese. A két kisgazda politikus a tisztségéről történő lemondást azzal indokolta, hogy a klub eddig elért eredményei alapján előkívánják segíteni az Egyesületi Tanács és a közgyűlés számára, hogy tagjai átgondolhassák, milyen formában kívánják működtetni a jövőben az FTC-t. Amíg erről döntést hoznak a klub vezetését, Szejler Józsefre, a Ferencvárosi futballcsapatot működtető KFT ügyvezető igazgatójára ruházzák át. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Tordján József nem csak miniszteri posztjáról távozik. Nyilatkozatban tudatta, hogy megválik társadalmi munkában végzett FTC elnöki posztjától is. Politikai államtitkára Szabadi Béla az elnök helyettesi székből áll föl. 1998 őszén hangzott el először a közpénzekből is kívánnak-e az FTC-re fordítani kérdés egy ferencvárosi sajtótájékoztatón. Tordján József érdekes választ adott. Októberben minden rekordot megdöntött a gabona export, dicsekedett a Ferencvárosi Tornaklub elnöke. A klub vezetősége és tagsága éppen ezt, a korábbinál lényegesen nagyobb támogatást remélt Tordján kinevezésétől. Más kérdés, hogy ezzel régen látott politikai elkötelezettség köszöntött be a Fradinál. 1998. szeptember 8-án tette meg a klub küldött közgyűlése a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert az Egyesület társadalmi elnökévé. Az elnök helyettesi posztot a tárca államtitkára dr. Szabadi Béla töltötte be. Az új elnök a kisgazdapárt egyik képviselőjét, dr. Csúcs Lászlót bízta meg azzal, hogy világítsa át az Egyesület kaotikus gazdálkodását. A csúcsvizsgálat után Szívos István ügyvezető elnök önként távozott a zöldfehérektől. További konkrétumok azonban nem kerülhettek napvilágra Csúcs jelentéséből. 99. január 15-én beiktatták az új ügyvezető elnököt, dr. Fenyvesi Mátét, aki egyrészt az Egyesület élő legendája, másrészt kisgazda képviselő. A miniszter úr az akkori 13-ból jó néhány szakosztályt meglátogatott 99 tavaszán, sőt a labdarúgók edzésén még a lélektani felkészítésből is kivette a részét.
Azért az embernek jó, hogy az ilyen nagy kaliberű emberrel tud beszélni, és végül is hát elkesítőleg hatalánk, hogy a miniszter úr ennyire kíváncsi ránk. Később már nem foglalkozott ennyit Tordján József szeretett klubjával. Az ős ferencvárosiakból álló Fradi Féltők Társasága éppen ezért hangsúlyozta több ízben az elmúlt 2,5 évben, hogy a Tordján féle vezetőség tönkreteszi az ország legnépszerűbb klubját. Tordján József és Szabadi Béla viszont azt mondta mai lemondásakor, hogy sikerült stabilizálni az anyagi körülményeket a klubnál, és eredményként könyvelték el, hogy a sportlétesítmények működtetését is sikerült megőrizni az FVM-nek, vagyis továbbra is a legjobb feltételek között készülhetnek a fradi sportolói. A focisták december óta a két olimpiai bajnokot is foglalkoztató vízilabda csapat tagjai nagyjából október óta nem kaptak fizetést. Tordján József délután Szejler Józsefet javasolta utódjának. A labdarúgó szakosztály vezetője megtiszteltetésnek veszi, hogy felmerült a neve, de köszöni szépen, nem vállalja az FTC irányítását. Rámruházta azokat a jogokat, amiket eddig ők gyakoroltak, de én beszéltem vele, és most már így átgondolva a dolgot néhány óra után úgy érzem, hogy nem nekem kell ezt az ügyeket továbbvinni. A Ferencváros Egyesületi Tanácsa a jövő hét elején ül össze, hogy kijelölje a rendkívüli közgyűlés időpontját. Akkor döntenek majd az új elnök személyéről. Vendégünk Jakabházi László, a Fradit Féltők Társaságának tagja. Jó estét kívánok! Most, hogy lemondott az elnök, most féltik jobban az Egyesületet, vagy eddig? Féltettük ezelőtt is, és fogjuk továbbra is. Bár a média adta ezt a nevet nekünk, itt tulajdonképpen mi a fradi hagyományainak megőrzését, óvását vállaltuk. Tordján József a nyilatkozatában sikertörténetként írja le a 2 éves elnöklését. Ön hogyan értékeli ezt a periódust? Volt ennek nagyon sok jó, nagyon sok rossz oldala is. 880 napot töltöttünk együtt, hogy összeszámoltam. Ez alatt az idő alatt mi arra kértük elnök urat, hogy legyen szíves ott segítsen nekünk, hogy mivel hagyomány volt, hogy mindig a Földművelési Minisztériumnak a vezetői közül kerül ki az elnök, hogy a továbbiakban is ezt ő vállalja el. Akkor tájt volt egy szönszülött a Dikóve veszélye, azt megmentett tőle. Azt ő elhárította. Elhárította. Akkor utána kértük, hogy egy kicsit korszerűsítse a vezetést, ez is megtörtént. Majd... Akkor tehát most sajnálják, hogy lemondott. Van ennek nagyon szó, én magam részéről el kell mondjam, és hálával tartoz az én, mert a sport létesítmények például a fradi soha ilyen szépek nem voltak, és ennyire rendezettek. Ugye a minisztérium több forrásból, illetve más minisztériumok is juttattak ennek. Azt írja két nézőnk SMS üzenetben, az egyik azzal kezdi, nem vagyok FTC drukker, de a lemondottaknál jobb vezetést érdemelne a klub. Egy másik, én fradista vagyok, de elszomorító volt, ahogy Tordján és Szabadi rátelepedtek a klubra. Ön ezekkel nem ért egyet. Egyet értek. Tudnélik, ennek van egy pozitív és egy negatív oldala. A negatívről még nem beszéltem. Nagyon hagyatkozott a elnök helyettes Szabadi politikai államtitkár úrra, és ő velünk nem tudott kialakítani egy normális viszonyt, ezt őszintén meg kell mondjam. És miniszter volt ő a Fradin belül is. Tehát mindegy miniszter vezette, és ez sem jó. Most egy új struktúrát kell kitalálni. Milyen legyen ez az új struktúra? Ezért részvénytársaság lenne az én nézetem szerint. Persze ezt majd hétfőn összeül az Egyesületi Tanács, aki a legfőbb szervem a vezetésnek. És ki legyen az elnök? Elnök egy olyan menedzser, aki fradi érzelmű, és egy olyan testület alakuljon meg, aki befektetése, szponzorok útján pénzt hoz. Ez tovább nem tartható, és ezt mi már karácsonykor elmondtuk, és ebbe meg is egyeztünk. Tehát menedzser legyen, és ne politikus. Nem, semmiképpen nem. Jakabházi úr, köszönöm szépen. Köszönöm is. Tordján József és Szabadi Béla a földművelési tárca után villámgyorsan elhagyták a Fradit is. A Ferencvárosi Tornaklub elnöki tisztségéről is lemondtam, miután én úgy gondolom, hogy amit én vállaltam a Fradi elnökévé történt megválasztásom alkalmával, azt teljesítettem. Felszámolás helyzetében volt a Ferencvárosi Tornaklub, amikor én az elnöke lettem.
iszonyatos anyagi terhek nyomták a Fradit, és ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy a politikai államtitkár úr Szabadi Béla segítségével talpra tudtuk állítani a Fradit. Most a Ferencváros számos szakosztálya óriási eredményt ért el, és hát most végül is egy 2 milliárd forintos olyan pálya, rekonstrukciós munkálat is elindulhat, amelyből 1,2 milliárd forint a állami hozzájárulás. A Fradi labdarúgó csapata az első helyen áll, minden reménye megvan arra, hogy megnyeri a bajnokságot, hogy tovább léphessen. Most ebben a helyzetben én helyesebbnek tartottam, hogy most a független kisgazdapárt első helyének megszerzésére törekedjek. A Fradinál már elértem, most a kisgazdapártnak kell következni. Úgy gondolom, hogy amit vállaltam, hogy a Fradit talpra állítottam, ezt én becsülettel teljesítettem. Most a tovább lépés a Fradi nagyátételének kérdései, azok nyilvánvalóan a Ferencváros kiemelkedő sportolói közül. Hát nekem volna elképzelésem, de én miután nem tudok most egy választás előtti időszakban intenzíven a Ferencváros ügyeivel foglalkozni, sokkal bölcsebbnek tartom, hogy ezt a Fradi jeles sportolóinak jelölése alapján válasszák. Szejler Józsefet kértük fel arra Szabadi Béla politikai államtitkár úrral, hogy addig, amíg a egyesületi tanácsülés és a közgyűlés ki tudja választani az utódainkat, addig vigye a feladatokat. Én rendkívül jól tudtam együttműködni Szejler Józseffel. Szeretem a futball természetesen, de annyira nem tudom szeretni, hiszen egy vidéki ember vagyok, Tatai. Itt töltöm nyilván az életem nagy részét Budapesten, de nagyon szeretek otthon a saját ágyban aludni, és futball szeretem, de ezt nem vállalom el. Különben nem a miniszter, nem mindig a miniszter, legutóbb például a közigazgatási államtitkára Benedek Fülöp úr volt, azt hiszem az elnök az előző ciklusban, tehát ez nem biztos, hogy így van, ahogy ön mondta. Köszönöm szépen. Sidney Aranyi Sport. Régi ferencvárosi sportembereket kérdeztünk meg a kialakult zűrzavaros helyzetről. A telefoninterjúban szereplők személye garancia arra, hogy egyértelműen féltik és szeretik a klubot. Tordján József és Szabadi Béla lemondása után a Ferencvárosnál váratlanul kialakult helyzetről kérdeztünk régi zöld-fehér játékosokat, a klub hajdani hírességeit, akiknek az egyesülethez való kötődése megkérdőjelezhetetlen. Sajnos pillanatilag elképzelhetetlen, és nem is tudom elképzelni, hogy a Ferencvárosnak a beállott helyzetét hogy lehet most továbbvinni, mert most nincsen egy személy, senki, aki összehívja az egyesületi tanácsot, az egyesületi tanácsot ezre kell hívni, a közgyűlést, mert nincsen közgyűlés. Tehát először a közgyűlés kell állítani, a közgyűlés elé javaslatokat kell tenni személyekről, azt a közgyűléssel meg kell szavaztatni. Ilyen állapot a Ferencvárosban nem volt, nem is tudom, hogy mi van és hogy van a kivezető út, tehát egy nagy nihil van. Megdöbbent az egész dolog, sajnálom, hogy idáig eljutott ez az egész, de bízom benne, hogy rövid időn belül ez helyre fog állni, és megyünk tovább azon az úton, amit elképzeltek. Mindenelőbb megtalálni azokat a vezető embereket, akik tovább tudják kormányozni ezt a zöld-fehér szekeret. Olyan megoldás kell, fradistákkal, nem fradistákkal, régiekkel, nem régiekkel, hogy azért jöjjön pénz is, mert jelen pillanatban azért kis gondok vannak, és ha a régiek tudják, megoldak a régiek, ha valaki más, de meg kell oldani minél előbb, nehogy esetleg ez aztán a teljesítmény rovására menjem. Elsősorban mindenféleképpen meg kellene találni az elnököt, aki nagyon gyorsan sürgős lenne, hiszen elnök nélkül nehéz egy klubot irányítani. A másik pedig, hát itt vannak kötöttségek, amiket be kell tartani. Hát egyrészt a felművelésügyi minisztériumhoz tartozik, és neki kell kijelölni az elnököt. Na most ezt én úgy gondolom, hogy közgyűlés kell összehívni, és el kell fogadtatni.
ami pedig hát a Egyesületi Tanácsnak a feladat, hogy összehívja. Ezeket az utakat végig kell járni, de hát a másik dolog, ami pedig fontos lesz, hogy én úgy gondolom, hogy hát egy olyan komoly döntést kell hozni, hogy nem órákon, illetve hát órákra kell megválasztani az elnököt, hanem hosszú távra. Én nem hiszem, hogy ez olyan kis dolog lenne, hogy ezt el lehet kapkodni, vagy el kell hamarkodni. Ezt nagyon komolyan meg kell rágni, és meg kell fontolni, hogy ki az az ember, akit odaültetnek ebben a székben. Nagyon nehéz napok jönnek ránk, pláne, hogy most olvasom az újságokban, hogy ilyen önjelölt elnökök vannak már. A Kiskárpáti. Ezribel kapja a telefont, hogy őt akarják az FTC elnökének. Én már öreg vagyok, és én ilyet nem is vállalnák, meg nem is akarok. Nekem elég volt 2 infarktus. Mégis kit látna szívesen a Ferencváros elnöki posztján? Hát egy tisztességes, nagyon rendes embert, aki az a minimum, hogy becsületes legyen. Aztán a továbbiakban, hogy hát tudjon pénzt szerezni, mert hát működtetni kell, meg sok pénzt kell. Szeretnénk a Ferencváros visszaadni a népnek, és szeretnénk ebbe az irányba elindulni, de mivel vákum keletkezett a vezetésben, nagy felelősség fog hárulni a Fradi tanácsadó testületére, tehát tulajdonképpen erre a 13-akra, mert reméljük, hogy a következő évezredre a Ferencvárosnak olyan vezetése lesz, amivel méltón fogja majd az európai labdarúgásban és a többi sportágokban is a méltó helyét elfoglalni. Vállalnék vezetői munkába, de csak olyanba, amiért tulajdonképpen tiszteletdíjat nem fogadnék el, elsősorban azért, hogy mi soha ne lehessek támadható olyan helyzetet teremtsünk, amelyben visszaadjuk a régi Ferencvárosnak a nimbuszát. Remélem a politika rájött arra, hogy a sportot választjuk külön, és akkor lesz igazán győztes a politika, hogyha a sport győzni tud. Tehát mindenféleképpen a sportnak azon a helyen kell tudni szerepelni, de kitűnően, és arra helyre kell tenni a sportot, amelyik, ahol még eddig Magyarországon igazából az elmúlt 10 évben igazából nem működött normálisan.